Szadán második alkalommal rendezték meg a Baba Mama Akadémiát, melynek keretében a 8 éve működő budapesti Etka Jóga Rekreációs Egyesület tartott előadást Női szerepek harmóniája a jóga segítségével címmel. A kismamákra fókuszálunk, nagyon szeretnénk egy baba-mama csoportot elindítani itt a faluban, hiszen a kismamáknak is nagyon-nagyon nagy szükségük van a mozgásra, és hát a célirányos mozgásra, ugye az Etka Jóga kimondottan a gerinctájékra fókuszál, ugye ez a terület, ez a terhesség és a gyermekvállalás után eléggé meg van terhelve, hiszen a gyereket is folyamatosan ölben kell tartania a kismamának. És hát nagyon szeretnénk, hogyha az anyukák megtanulnák még szorosabbra fűzni a kötelékeket a gyerekeikkel. És erre nagyon-nagyon kiváló módszer az Etka Jóga módszer. A babák a mi tanítóink. Ezért szeretnénk, hogy minél több kismama megtanulja azt, hogy a tanítója az a saját gyereke. Figyelje, hogy hogyan mozdul a gyermeke, milyen mozdulatokat végez. A kisbabának nem kell mondani, hogy mozduljon, hogy vegyen levegőt, hogy táplálkozzon, mert ő ezt a természettől megkapta, és tudja. Vissza kell nekünk menni az eredethez. Tehát gyakorlatilag a kisbabák tanítanak minket. Hát ez egy életmód váltást kíván az embertől, egy más életszemléletet. Tehát az órák az elsősorban a mozgásról szólnak. Az előadások pedig egy felvilágosító előadások, ami például a mai is az lesz elsősorban. Fogunk beszélni az alapokról, hiszen az Etka Jóga mindennapok jogája, tehát ezt bárki bárhol gyakorolhatja, és meg is fogjuk mutatni, hogy ezek nem nehéz dolgok, nagyon könnyen elsajátíthatóak, de ezt valahogy mindig elfelejtjük, hogy a természetes tartásunkra, a légzésünkre és a mozgásunkra figyeljünk, és hát az Etka Jóga minden egyes mozgás eleme erre a három alappillére épül. És akkor a módszer három alappillére. A természetes, élettanilag helyes testtartás, a természetes légzés és a természetes minőségi mozgás. És ugye a rendszerességgel, a helyes táplálkozással, pozitív gondolkodással már is egy új életstílust alakítottunk ki magunk körül, de hogy meg is tapasztaljátok, hogy valójában mi is az a természetes testtartás, most mindenki egy kicsit figyeljen oda magára, hogy ül a széken. Szerintetek ez természetese, ahogy most a széken ültök, helyese? Mindenetek a helyére került-e? Hát ülőhelyzetben a természetes testtartás az úgy néz ki, hogy a lábak nincsenek keresztbe egyáltalán, a csípőszéles terpeszbe legyenek a lábak, ne támasz neki a hátadat a karfának, a csípődet közelítheted a karfához, de tartsd magad, minden izmot tartson. A farizom, hasizom, mellizom, hátizom. A mellkasunk mindig domborodik, és hogy ez tényleg így legyen, emeld föl a válladat, körözd hátra, lefelé, és zárjon a lapockád, akarod, természetesen magad mellett tartod, domború a mellkasod, a tüdőcíved munkája teljesen szabad. Mivel a vállad hátul lent van, a nyakizmok is lazák, nincsen feszülés, az agyad vérellátása megfelelő. Képzeld azt, hogy itt húz fölfelé valami, egy picit megnyújtod a gerincedet, ez egy nagyon kellemes állapot, és az állat párhuzamos a talajjal. Ezt a testhelyzetet, ezt bárhol tudod alkalmazni, ülve, állva, fekve, és ez is a cél, hiszen az Etka Jóga mindennapok jogája, hogy megtanuljuk az alapokat a hétköznapokban használni, és ez beépül a hétköznapokba, és akkor sokkal fáradhatatlanabbak lesztek, sokkal jobban bírjátok a napi strapát. És hogy megérezzétek, hogy mi is az a természetes légzés, egy picit csukd be a szemedet, zárd ki a külső zajokat, csak magadra figyelj, tedd a kezedet a hasadra, vagy a mellkasodra, és figyeld meg az érzeteket. Figyeld meg a hasfalad, mellkasod mozgását. Ebben a természetes testhelyzetben természetes csak a légzésed. Ha a tartásod már nem jó, akkor a légzésed sem természetes. Ilyenkor gyakorlatilag szabadon áramlik végig a levegő a testeden, minden apró sejtethez eljut a friss éltető oxigén. Figyeld meg, hogy amikor megtörténik a természetes kilégzés, a hasfalad, mellkasod befelé mozdul. Egy kis térfogat csökkenést érzékelsz, a karod is oda simul a törzsedhez. Majd elernyednek az izmok, megtörténik a természetes belégzés, és egy térfogat növekedést érzékelsz, a mellkasod előre domborodik, a hasad visszakerül a helyére, a karok is egy kicsit távolodnak.
A természetes légzésed az egy automatikus folyamat, az izmok összehúzódásának és elernyedésének az eredménye. És ez az izom összehúzódás, elernyedés, ez mindenhol megtörténik az egész testedben, ezt neked nem kell irányítani. Természetesen mi a foglalkozáson megtanuljuk irányítani a légzésünket, hogy az anyagcserénket is egy kicsit fokozzuk, segítsük a felfrissülést, a megtisztulást, és ezzel jobban meg tudjuk érteni a természetes légzésünket, és tudatosítjuk magunkban ennek a jótékony hatását. A minőségi élet kulcsa ugye a mozgás, táplálkozás, helyes gondolatoknak a kialakítása. A testedet oda lehet kötni egy fához, rabságba lehet tartani, de a gondolataidat kikötheti meg. És ugyanarról a dologról meg tudod magad betegíteni a negatív gondolatokkal, és ugye, mint az ima malom az ember mondja magának, és egyre jobban lehúzza magát, ugyanabban a helyzetben, ha más, hogy fordítod a gondolataidat, akkor már is jobban érzed magad. Ha még nem próbáltad ki, próbáld ki tudatosan. Hogyha valami bánt vagy negatív dolog történik veled, mi az, ami reményt ad neked? Mi az, ami másképp fordítod a gondolatodat? Tehát megtanítjuk ezt is, hogy ne beleássuk magunkat egy negatív helyzetbe, hanem nézzük, hogy hol van abból a kiút, és meg fogod találni. Minden kérdésedre a válasz ott van benned. Megtalálod. Bízd magadba. Csak Edkát tudom ismételni, aki azt mondta nekünk, hogy ez mindenkinek szól, aki már felfogja, és aki még felfogja, amíg épp az agya, ezt mindenki eredménnyel tudja alkalmazni. Az eredményesség azt jelenti, hogy vidáman, boldogan éli az életét, ott, ahol van, elsősorban a testében, és abban a közegben, ahol van. Nem kell elvonulni, nem kell semmit csinálni. Mozdulj te is úgy, ahogyan kezdted, meglepődsz, hogy mit bír el a tested. Álló helyzetben szintén a lábak csípőszéles terpezben vannak, a lábujjak előre néznek. Tartvarizom, hasizom, mellizom, hátizom. Ez majd mindig tartsanak, hogy a gerinced a megfelelő helyzetben az S formáját megtartva legyen a testedben. Megint körözd hátra, domború legyen a mellkasod, fejbukkal fölfelé törekedj, és minden mozdulatodat ebből a természetes testhelyzetből indítsd, mert ha nem ebből indítod, a mozgásod már nem lesz élettanilag helyes, természetes mozgás. Lépjetek előre az egyik lábatokkal, tedd le a sarkadat. És csak annyit csinálj, hogy helyezd át a testsúlyodat, gördülj rá a lábujjaidra, és érezd, hogy a mellkasod bizony előre domborodik. Amikor előre billensz, a lapockák zárnak, mellkas domborodik, abból a bizonyos 3-as-4-es csigolya közből indul minden mozdulat. A vállöved fordul, ellentétesen a csípődhöz, ezért mindig az ellentétes kar lendül. Tehát nem úgy járunk az utcán, hogy a karunkat lógatjuk magunk mellett, hanem hagyjuk, hogy a törzsünk mozduljon a gerincön körül. Ellentétes kar mozdul. És ugye, akinek már laza a nyaka, az hagyja, hogy billenjen a feje hátra, hogy a mozgásodat mindig követni tud. Ha buszon ülsz, ha kocsiban ülsz, akkor is hagyd, hogy a fejed izegjen, mozogjon egy kicsit. Ezek nem nagy mozgások, nagyon pici, apró kis mozdulatok. Minden izom összehúzáskor hagyd, hogy a fejed picit hátra billenjen, és méltóság teljesen visszatér a helyére, ahogy Edka mondaná. És már is természetes erőgyűjtő a mozdulatod, hiszen minden életműködésed szabad, és most már a szervezeted nem azzal foglalkozik, hogy ezeket az életműködéshez szükséges energiákat biztosítsa, hanem ezt most már másra is tudod használni. A végtelenben létezem azt jelenti, hogy megtanuljuk a mozgás folyamán, amikor már minden életműködésünk szabaddá válik, és a gondolataink is nyitottá válnak, úgymond hagyjuk szárnyalni a gondolatainkat, bele tudjuk helyezni magunkat ebbe a végtelen térbe és erőbe, amelyben létezünk, és kialakul egy öntudatunk, egy önbizalmunk, amit hát sugárzunk aztán mindenki felé, akivel találkozunk, és terjesztjük az Edka jogának a jó hírét. Most engedjétek meg, hogy
Etka gondolataival fejezzük be ezt a mai napot. Mikor van bennünk derű felsőfokú? Mert ezt az egészet úgy műveljük, hogy boldogak vagyunk, vidámak vagyunk és derűsek vagyunk. Mert egy állandóan panaszkodó, állandóan morcos emberre ki kíváncsi a kutya sem. Igaz? Tehát legyen benned mindig derű, mindenkinek van problémája, és legtöbbször ugyanaz, mint nekem. És ne fárasszuk egymást a saját negatív gondolatainkkal és a helyzeteinkkel, mert mindannyian ugyanazokat végigéljük. Jó? Etkának a következő gondolatai. Tehát mikor van bennünk derű felsőfokon? Amikor ötvöződik a tudomány a tudással, az örök bölcsességünk megtapasztalásával. Úgy mozdulsz, ahogyan te is kezdted, meglepődsz, hogy mit bír el a tested. Fizikai, szellemi erődet, férfiasságod, nőiességed, irányított derűs élvezettel, élsz bölcsen, lehetőségeiddel. Rugalmasan, frissen, egészséggel, könnyen elbánsz minden nehézséggel. Amikor már azt is tapasztalatból tudod, sikertelenséged és hasznodra fordíthatod. Minden egészséges kisgyermek bölcsen születik. Rád mosolyog, mert érzi, hogy őt ezért szeretik. Nem kényszeríthetnéd őt, hogy ezt vagy azt tegye, vagy egye, tudná ösztönösen, hogy mire van szüksége. Mozdulnál te is úgy, ahogyan kezdted, így őrizné ő is ugyanezt meg. A Babamama Akadémia tavaly decemberben indult. Az volt az ötletünk, hogy nyitottan és szívesen fogadunk minden olyan probléma, megbeszélendő problémát, amit a babamamaság, vagy az az életidő mondjuk előhoz és kérdésként megfogalmazódik az emberekben. Így hívtuk meg Vida Ágit, aki ugye a Kismama blognak a vezetője, és az anyaszerepekről és a nagyon praktikus probléma megoldásról beszéltünk. Ma pedig a jogáról, a jogának is a jótékony szerepéről, ami most különösen koncentráltunk arra, hogy a joga hogyan tud segíteni abban, hogy a különböző női szerepekben harmóniát teremtsünk, anyaként, feleségként, nagymamaként, vagy éppen keresztanyaként. És azt gondolom, hogy nagyon hasznosan telt az este. A vendégünk Kertész Anna volt egy vezető jógaoktató, és egy gyakorló oktató, aki szadai, és nálunk is vezet csoportot, Fekete Eszter. Azt reméljük most, hogy talán elindul a gondolkodás az irányban, hogy egy babamama jógacsoportot tudunk indítani, és ez is egy aktivitási lehetőség, egy kilépés, ha esetleg valaki hétköznapi malomként éli meg időnként az anyaságot, akkor ez is egy lehetőség, ahol frissülhet és épülhet.